Nagyot esett a Renault árfolyama pénteken, miután a francia autógyártó rekordnak számító 8 milliárd eurós adózott veszteséget jelentett a tavalyi évből. A cég értékesítése és így az árbevétele is 21 kal csökkent 2020-ban. Ez az elemzői várakozásokat is alulmulta, annak ellenére, hogy a második fél év némi javulást hozott. A vállalatvezetők szerint a lejtmenetnek még nincs vége, hiszen a globális csíp hiány a Renault is érinti, és ez negatív hatással lehet az idei gyártásra. Akár százezerrel is kevesebb autó gördülhet ki a sorokról. A tavalyi év az egész Európai Unióban zuhanást hozott az autópiacon. A tagországokban 23,7%-kal kevesebb jármű kelt el, a két legnagyobb gyártó, a német Volkswagen és az amerikai-francia fúziós Stellantis értékesítése 26%-kal esett vissza, míg a Nissan könyvelhette el a legnagyobb csökkenést bő 38%-kal. Az Európai Autógyártók Szövetségének előrejelzése szerint idén tizedével fog nőni az eladás, de valódi áttörésre csak az oltások elterjedése után lehet majd számítani, a 2019-es szintre pedig 3-4 év múlva állhat vissza a piac.